Virágot ültettek Bonyhádon a tavaszköszöntő kertészeti napon. A művelődési ház mögötti téren megrendezett eseményen kiállítottak kertészeti munkagépeket, részt vettek a virágárusok, és egy fafaragómester munkájába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A szervezők így akarták ráhangolni Bonyhád lakóit a tavaszra, továbbá a közösségépítést is erősíteni, mondta el köszöntőjében Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki maga is ültetett virágot a rendezvényen. Az volt a cél, és ezt álmodtuk meg, hogy a hagyományosan megtartott hosszú évek, vagy akár évtizedek óta megszervezett programaink mellett újakat is tudjunk életre hívni, olyanokat, amire még eddig nem volt lehetőségünk, és ez a kertészeti tavaszváronap pontosan ilyen művelődési központ ötlete alapján nagyon gyorsan és nagyon sokan csatlakoztak ahhoz, hogy megpróbáljuk a tavaszt is csalogatni, meg egy közösségi, egy összetartó erővel bíró programot is létrehívni. A bonyhádiak szerint fontos dolog a kertészkedés, mert így lehetőség van jókedvűen és tevékenyen eltölteni a szabadidőt. Legyen a városban egy olyan talán alapító rendezvény, amivel arra buzdítjuk a városlakókat, városkörnyéki lakókat, igenis találják meg a természetben azt a szépséget, amit a saját munkájukkal tudnak megalkotni, elérni. A kertészeti nap csak az egyik jelentős esemény volt tavasszal Bonyhádon. Korábban több olyan rendezvényt is tartottak, ami az egészséges életmódra, vagy éppen a környezet védelmére hívta fel a figyelmet. Ilyen volt a kerékpáros rendezvény, amikor az ipartelepről tekertek a biciklisek a kaszinótérig, és a Teszed akció, ami Bonyhád tisztítására hívta fel a figyelmet.